Fekete Győr András, a Momentum országgyűlési képviselője, tehát mai első vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk, és mai vendégkérdezőnk kollégánk Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársa. Jó reggelt kívánunk! Az első kérdésből Ildikóém. Jó reggelt kívánok! Nagy visszhangja volt, hogy a Karmelitánál elbontották a kordont március 14-én reggel, és ugye ennek nagy a szimbolikus ereje is, hiszen 2007-ben Orbán Viktorék is februárban a Kossuth téren csináltak egy kordonbontást. Van-e már arról valamilyen hírük, hogy a rendőrség indította önök ellen szabálysértési eljárás garázdaság rendbontás miatt, vagy bármilyen jogcímen? Nincsen. Még nem indított ilyet a rendőrség. Én azzal kezdeném viszont mégiscsak a választ, hogy miért csináltuk ezt. Mi nem arra esküdtünk fel a parlamentben tavaly májusban, hogy ennek az Orbán rendszernek a bábjai legyünk. És egy olyan Magyarországon szeretnénk élni, ahol a közfeladatot ellátó politikusok, az állam vezetői, azok nem kordonokkal rejtik el magukat, nem kordonokat raktak közéjük és az állampolgárok közé, hanem szabad átjárás van a politika és az ember között. Mi egy ilyen országban hiszünk, és többek között ezért is bontottuk el a kordonokat. Láttuk a videót, amikor a rendőrök kivették ön egyik képviselőtársa kezéből ezt a csavarkulcsot, vagy nem tudom, hogy milyen szerszám volt az, de aztán vissza is adták. Milyen alkotmányos alapjog sérül, hogy ott a Honvéd főparancsnokság a hivatalos indoklás miatt, az építkezés miatt körül van kordonozva? És így ugye a Karmelita is Orbán Viktor miniszterelnök hivatala. Ugye ez hát eléggé véleményes, hogy egy építési területe. Egy építési területre munkavédelmi sisakban lehet belépni. Nem tudom, hogy önök látták már Orbán Viktort vagy Rogán Antalt munkavédelmi sisakban közlekedni a Karmelita kolostor környékén. Én még nem. Milyen alkotmányos alapjog sérül, vagy alkotmánybírósághoz fordulnak emiatt? Mi a véleménynyilvánítási jogunkkal éltünk, ami egy alkotmányos alapjog, amikor elbontottuk ezt a kordont. Ugye eljárást nem indítottak még velünk szemben, lehet, hogy fognak. Ezt nem tudjuk, hogy mi fog történni, de azt tudjuk, hogy annak nincs ott helye. Tehát mi nem szeretjük azt a politikát, ami árkokat ás, ami ketreceket, kordonokat emel magyar és magyar közé. És ez szimbolizál. Alkotmánybírósághoz fordulnak, vagy milyen akciót terveznek az ön képviselőtársa, Tóth Endre, Szőlősi Györgyi kolléganőm kérdésére? Azt mondta az egyenes beszédben a minap, hogy, vagyis aznap, amikor a kordonbontás történt, hogy lesznek még akciók a Karmelitán. El tud-e árulni ebből valamit, de arra még nem válaszolt, hogy alkotmánybírósághoz fordulnak-e valamilyen alkotmányos alapjog sérelme miatt. Alkotmánybíróságot mi egy alapvetően Fidesz által megszállt állami intézménynek tartjuk, és a 7 pontos követelésünk egyike az pontosan az, hogy a fideszes kádereknek el kell menniük, el kell hagyniuk a magyar alkotmányos intézményeket, így az alkotmánybíróságot is. Úgyhogy nem áll szándékunkban áll viszont azt a rendszerbontó tevékenységet folytatni, amit ez a kordonbontás is többek között újra elbontják a kordont? Nem csak kordonbontásban kell gondolkodni, de készülni kell az ottani rendőröknek, meg a védelmi szerveknek, hogy lesz ott még momentumos akció. Nyilván ennek szimbolikus jelentősége van, de egyébként a gyakorlati jelentősége mi lehet? Tehát terveznek ezek szerint további akciókat, mert nem csak a kordonbontásra gondolok, hanem azt a területet egyfajta felmúlási, tiltakozási, tüntetési területként szeretnék hasznosítani, vagy csak egyszerűen egyfajta szimbolikus jelentőségre tartják, hogy ne legyen már kordona. Ugye, amikor a Fidesz 2007-ben elbontotta a kordont a Kossuth téren, azért az azt is jelezte, hogy az igazán fontos döntések mégiscsak az ország házában, a parlamentben születnek. És ma Magyarországon 2023-ban ez nem így van. Ma a Karmelita kolostorban születnek a fontos döntések, tehát hogyha egy politikai erőnek, egy mozgalomnak valahol felvonulási területet kell magának kikényszerítenie, az a Karmelita kolostornál van. De mondok ennél fontosabb felvonulási területet most számunkra, ez Eger városa. Egerben helyi népszavazás kezdeményezett egy civil, és a Momentum pedig beállt mellé, mert az egri zöld közlekedés már évtizedek óta bántja az egrieket, a politika pedig becsapta őket. Úgyhogy én ott leszek ma egész nap Egerben, és ott voltam múlt héten is, és ott leszek jövő héten is. 10 000 aláírásra van szükségünk, hogy a Fidesszel szemben fel tudjunk ott sorakozni. Én abszolút értem egyébként ennek az akciónak a szimbolikus jelentését, és szerintem sokan így vannak vele, de azt hadd kérdezem meg, hogy milyen megfontolásból nem mozgósították például az önök táborát és támogatóit, mert hogy többen így az ellenzéki oldalról
elhatárolódtak ettől az eseménytől, ettől az aktivitástól? Volt, aki arra célzott, hogy lehet, hogy ez egy picit ebben a formájában kínosra sikeredhetett ahhoz képest, mint amit szerettek volna elérni. Miért volt ez így jobb, mint hogyha egyébként egy nagyobb tömeggel, ha már egyébként ennek egy valódi szimbolikája van, jelentek volna meg, és akkor egy nagyobb erővel tudják ezt az akciót képviselni? A váratlanság ereje. Az egy fontos dolog. Ugye a rendőrök nem számítottak arra, hogy a Momentum ott lesz. A Rogán vezette titkos szolgálatok rossz munkát végeztek, illetve a Momentumon belül nincsen spicli, tehát senki sem adta ki ezt az akciót. Akkor ez egy önellenőrzés volt sokkal inkább? Elnézést, bocsánat. Önellenőrzés is volt ezek szerint? Nem, ezt csak megjegyeztem így picit mókásan, nyilván tudtuk, hogy nincsen köztünk spicli. A váratlanság ereje az egy fontos dolog, úgyhogy mi 2-3 perc alatt szétkaptuk egyébként az összes kordont, ami a Karmelita Kolostort védte, és Orbán Viktort, meg a propagandaminisztert. Hogyha tömeggel megyünk oda, akkor erről tudnak, akkor ezt védik. Mi pedig nem szeretnénk erőszakot elkövetni semmilyen magyar állampolgárral és rendőrökkel. De tenni jobban ott mit tudtak volna védeni a rendőrök, hiszen így is sorfalat álltak, amikor a Karmelita ajtajára kiszerették volna függeszteni a hétpontjukat, így a Sándor palotára tették ki. Tehát a rendőrökön mit lehetett volna még számon kérni? Semmit nem kérek számon a rendőrökön. Nagyobb tömeg megjelenésével, ahogy a Nanita mondja. Nekünk a célunk a kordonnak a lebontása volt. Tehát ha ott van 100 rendőr, akkor ugye odaállnak a kordon másik oldalára, és nem engedik ezt megcsinálni. Egy picit beszéljünk arról is, hogy mik hangzottak el az ünnepi beszédekben 48-49 kapcsán, hogy Donát Anna arról beszélt, hogy ezt a hatalmat nem érdekli a jövő. Ön pedig azt mondta, hogy 48-49 hősei nem megállítani, hanem utolérni akarták Európát. Egyrészt majd ezt is, ha bővebben kifejteni, megköszönöm, de egy aktuális kérdésre várnám a válaszát, hogy miközben nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy a demokrácia egyik fellegvárnak tartott Franciaországban például, most csak arról, hogy a Karmelitában történnek a döntések, nem a parlamentben, hogy éppen friss tegnapi hír, hogy Macron elnök ugye a nyugdíjreformot nem vitte a parlament elén, a miniszterével megszavaztatta, hogy akkor mégiscsak bevezetik tulajdonképpen a parlament jóvágyása nélkül. Erre ott módot és lehetőséget adnak a törvények. Mit gondol erről egyébként, és hát ehhez képest akkor tulajdonképpen mennyi vagyunk lemaradva, vagy mennyi vagyunk hátrébb a demokrácia tekintetében, mint a francia? Én demokratikus felfogású politikus vagyok, ezért nem értek egyet semmilyen olyan politikus döntésével, ami kihagyja a szabadon választott parlamentet, vagy nemzetgyűlést a folyamatból. A francia emberek, a francia nép az egy forradalmat szító, forradalomba beleálló nemzet. Hát volt is komoly tüntetés. Meg komoly sztrájkok Franciaországban. Tehát az, hogy mi lesz a reakciója a franciáknak, ezt csak ők tudják. Szerintem kemény válasz lesz az esetükben. Ugye a mi esetünkben rendeleti kormányzás van Magyarországon. Tehát a parlamentnek, hiába kétharmados, semmi relevanciája nincsen a döntések szempontjából. Ez is többek között annak a hét pontnak az egyike, amit kifüggesztettünk a Sándor palotára. És ezt meg kell szüntetni, tehát a parlamentnek vissza kell adni a demokratikus jogköreit. Mi ezért dolgozunk többek között. Az imént a referendum, illetve annak a jelentőségét hangsúlyozta képviselő úr, hogy meg kell kérdezni az embereket népszavazáson. Ugye Debrecenben is helyi népszavazást indítottak, nem az akkumulátorgyárral szemben, nem csak Egerben. Viszont amikor az MSZP, úgy emlékszem, hogy Újhelyi István akkor még MSZP-s volt, kezdeményezett egy népszavazást, vagyis felvetette, hogy kezdeményez egy népszavazást arról, hogy a parlament, a Magyarországgyűlés erősítse meg az uniós tagságunkat, mondja ki ennek a megerősítését, akkor épp a Momentum volt, amelyik ezt nem támogatta. Ugye mi most az Európai Unió tagjai vagyunk, és az akkumulátorgyár Debrecenben, vagy Egerben az elkerülő út, azok meg fognak épülni olyan formában, ahogy azt szeretné a rendszer. Mi ezzel szemben állunk ki, mind Debrecenben, mind Egerben. De nem láttam még olyan hivatalos álláspontot a kormány részéről, ami azt mondaná, hogy elindít egy huxitot. Amint ez megtörténik, akkor a legkomolyabb és a legkeményebb politikai ellenállásba fog ütközni, és mi az élen fogunk menetelni. Ott Debrecenben ugye a Civil Fórum Debrecen Egyesületnek a képviselője, Gondola Zsolt, azt mondta, hogy ők azért nem állnak be egy ilyen helyi népszavazás mögé teljes mellszélességgel, mert úgysem lesz visszamenőleges hatája. Bármit is hoz majd ez a referendum, ha érvényes és eredményes lesz. De
a kérdésem, visszatérnék az európai szintére vagy frontra. Utalgatások voltak már arról, hogy a Momentum önállóan indul az európai parlamenti választáson, de hivatalos bejelentés még nem volt. Önnek a párt volt elnökeként és miniszterelnök jelöltjeként. Mi most a véleménye, hogy külön kell-e indulni a Momentumnak az EP választáson? 2019-ben az én vezetésem alatt külön indult a Momentum, és egy nagy sikert ért el a párt, ugye Cseh Katalin és Donát Anna is európai parlamenti képviselővé vált, és talán nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt évtizedek legsikeresebb európai parlamenti képviselőiről beszélhetünk. Úgyhogy mi szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, növelni a Momentumos mandátumok számát. Hogy ez most milyen úton módon érhető el, az egy hosszabb elemzés kellene ide nekünk, de én a külön Momentum lista mellett érvelek a párt. Azon gondolkodott már, hogy esetleg ön is EP képviselő legyen? Hogy itt hagyja a magyar parlamenti politizálást? Nem. Én Magyarországon szeretek politizálni. Lehet, hogy ez kicsit, hogy mondjam, mazoistának tűnik néha, amikor a magyar parlamentnek a viszonyaira nézünk rá, de én nem szeretnék elmenni innen, és nem is fogok. Az ünnep kapcsán közé tették az EP jelentést, a sajtószabadságról mindenképpen érdemes beszélnünk, ugye a 48-49 kapcsán. Mit gondol most erről, az EP hogyan látja a hazai sajtószabadság helyzetét? Hát ugye megállapították, hogy az a kesma, ami 450-500 propaganda terméket tömörít, hogy Orbán Viktor és Rogán Antal egy személy irányítás alatt van, és hát teljes mértékben sérti a sajtószabadságot és a szabad versenyt a sajtópiacon. De hát ezt eddig is tudtuk. A európai pénzeknek a visszatartásának egyik fő oka az, hogy nincsen Magyarországon teljes mértékű sajtószabadság. Több 1000 milliárd forinttal kevesebbet kap most Magyarország. Ha egy szabad, demokratikus, független kormánya lenne Magyarországnak, amire mi készülünk, akkor minden egyes eurócent már itt lenne a magyarok zsebében. Úgyhogy ez egy fontos különbség az Orbán rendszer és a Momentum között. Egy másik ügyre is szeretném, hogyha kitérnénk, ez pedig a pedagógus sztrájk, hiszen tegnapi nappal, ugye mai nap végéig kezdeményeztek és tart is a sztrájk folyamata, és önök korábban, ugye tavaly ősszel vitanapot is kezdeményeztek a parlamentben a pedagógusok ügyével kapcsolatban, illetve támogatták a Tanítanénk mozgalmat, ha jól emlékszem, hogy segítsen, legyen kedves, hogy igen. Igen, őket köszönöm szépen, ugye 1 millió forinttal. Egyrészt van-e arról tudomása, hogy ez az összeg, ez teljes egészében felhasználásra került-e, és hogy mire kellett, hogy fordítsák? A másik, hogy terveznek-e hasonló mértékű, vagy akár nagyobb típusú támogatást annak érdekében, hogy a pedagógusok eredményt tudjanak elérni. Ez egy sokrétű történet, ugye az anyagi támogatás az csak egy kisebb része, mi gyűjtöttünk a sztrájk alapba is pénzt, én magam is fizettem bele, hogy azok a pedagógusok, akik sztrájkoltak és utána őket elbocsájtották, ők meg tudjanak élni valamiből. A Dukán András Ferenc, a mi Csepeli önkormányzati képviselőnk, ő tanár is mellette, ő ebbe teljes mértékben beleállt, úgyhogy ő nem tart órát most már több hete, külön tartja meg ezt a diákjainak, de nem az iskola falai között. Ugye Orbán Viktor beszélt arról, hogy mindenkiben van egy kis Petőfi. Hát ha valakiben nincsen az ő maga, ő a legkisebb magyar abból a szempontból, hogy pont olyan embereket, akik a szabadságukért küzdenek, a tudás szabadságáért küzdenek, itt pedagógusokról, diákokról, szülőkről beszélünk, hát őket próbál megfélemlíteni, őket próbál félreállítani. Bennük van kis Petőfi, tehát ők Petőfi Sándornak, meg a 48-49-es szabadságharc és forradalomnak a hagyományait, szellemiségét tovább viszik. Ebben a küzdelemben mi segítjük őket. De ugye rendszert kell váltanunk, korszakot kell váltanunk, ezt mindenki tudja. Ez a rendszer ez nem fog egy vadonatúj, alapjaiban új oktatási rendszert lerakni. Ezt mi fogjuk megtenni. Úgyhogy ebben a küzdelemben mi ott vagyunk velük. Európához fűződő kapcsolataink már szóba kerültek. Mit gondoljunk a kormány, mit gondolnak önök a kormány az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos állásfoglalásáról, illetve mit jelez az, hogy mondjuk Szijjártó Péter már járt Minszkben, Orbán Viktor azonban még csak tervezi, mondjuk, hogy Kijevben majd egyszer valamikor ellátogat. Szégyen, ez az első szó, ami az eszünkbe jut. Ugye ebben az állásfoglalásban többször szerepel a szankció szó, mint a béke. Ez egy putyinista, ez egy orosz párti állásfoglalás, ez olyan, mintha a Kremlben diktálták volna le a kormánynak, ami ugye már csak azért sem elképzelhetetlen, mert mondjuk a közmédia csatornáján nagyon sokszor orosz barát, az orosz tévéből átvett híreket, álhíreket terjesztettek az elmúlt években és most is. Úgyhogy a tűzzel játszik a Fidesznek, a legnagyobb problémám az, hogy egyrészt
Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút, szerencsére. És utána lesz egy új Európai Uniós tagállam Ukrajna személyében. És ez a kormány, a Fidesz évtizedekre tönkreveri és tönkreteszi azt a kapcsolatot, amit Magyarország és Ukrajna egyébként a jövőben fent tudna tartani. Nekünk, amikor majd le fogjuk váltani ezt a rendszert, komoly felelősségünk és feladatunk lesz abban, hogy helyreállítsuk mindazt a kárt, amit ők most elkövettek Európa, világ és az ukrán kapcsolatok. Nem tudom, hogy hallottam egyébként bárkitől korábban ennyire konkrétan, de kicsit idealisztikusan megfogalmazva az, hogy Ukrajna győzni fog és győzni tud ebben a háborúban, és ennek a végkimenetelét egyébként önök hogyan képzelik el, hogy ez hogyan történhet meg? Mármint a győzelem? Igen. Mert hogy jelenleg ugye mindenki a béketárgyalásokat szorgalmazza, amely béketárgyalás igazából egyik fél győzelmét sem jelentené, vagy mindenki megpróbálná a saját magát igazát igazolni vele. Ez úgy, önök ezt hogy képzelik ez úgy van szerint? A valóságban, hogy a tartós béke, az igazságos béke az, amit a Momentum, az, amit Európa összes tagállama, kivéve Magyarország szeretne, természetesen az ukránokat is beleértve, igazságos béke. Ez egy tartós békét jelent. Ennek a lényege az az, hogy az utolsó orosz katona is elhagyja Ukrajna közigazgatási területét. Amiről a Fidesz beszél, amiről a Fidesz papol, az nem tartós, az nem igazságos béke, az egy átmeneti kamu béke. Ők azt mondják, hogy húzzuk meg most ott a határokat, ahol éppen az orosz páncélosok meg katonák állomásoznak, és aztán fagyjon be a frontvonal évekre, évtizedekre. De hát az egy folyamatos háborús feszültséget jelentene ott. Mi a tartós, igazságos béke mellett vagyunk. Ehhez meg kell nyerni a háborút. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Köszönjük szépen, Fekete Győr Andrásnak, hogy segített. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen a segítséget Csuhai Ildikónak is. Köszönjük.